10 évvel ezelőtt még a munkahelyekért ment a harc, most pedig a munkavállalóért megy a harc, ami egy teljesen új szemléletet igényel a vállalatoktól is, az intézményektől és minden munkáltatótól. A köszöntőben elhangzottak adták a konferencia apropóját délelőtt a vállalkozói központban. Vezetői kihívások 2022-ben címmel szervezett itt az Alba Mentor Humánszolgáltató Alapítvány konferenciát. De elsősorban a munkaerőhiány és ezzel szemben a munkanélküliség okozta problémákkal kell megküzdeniük, a kiválasztás nehézségeivel, illetve a munkaerő megtartás nehézségeivel küzdenek elsőként a vállalatok, és nagyon fontos szempont, hogy megfelelő brandinggel tudják bevonzani a számukra fontos munkaerőt. A munkáltatói márkaépítés témakörében külön előadással is várták a rendezvényen résztvevőket. Barta Tamás arról beszélt a vállalkozóknak, miért fontos a brandépítés egy cégnél. Fontosnak tartom, hogy megismerkedjenek a cégvezetők azzal, hogy hogyan tudják a munkáltatói márkát építeni a cégüknél. Ezt egy rövid szemléltetés után 9 lépésben fogom bemutatni nekik, hogy miért fontos ez, és hogy a legesleg fontosabb része annak, hogy miért tudjuk így megtartani a munkaerőt. A konferencián a munkaerőhiány mellett a kiégésről, vagy burnout szindrómáról is szó esett. Burnout az jelen van, így van, mert 2020 előtt is jelen volt, és nem csak a vezetőknél, hanem egyéb szegmensekben, például akik emberekkel foglalkoznak, akár a saját szakterületemet is ide vehetném, de azóta rengeteget fejlődött maga a tréningrendszer, maga a tudásrendszer, maga az a sok-sok tapasztalat, bölcsesség, amit azóta megtanultunk és át tudunk adni. Az előadásokon résztvevők nem feltétlen varázsszavakat és bűvös titkokat kaptak készhez a vállalkozói központban, sokkal inkább az iránymutatásról szólt a szerdai konferencia, annak érdekében, hogy a vállalkozások képesek legyenek reagálni a ma kihívásaira.